Budapesten dobom. Budapest, én nem látom ilyen kavalkában. Budapesten ma az európai hatalmasságot, munkavállalókat sanyargató lépései ellen emeljük ki a hangunkat. Nem kérünk az európai megszorító intézkedésekből. De nem kérünk a magyarokból sem. Mi magyarok azt szenvedjük el, hogy a miniszterelnökünk bejelenti, hogy a magyar munkavállalókat ő képviseli és nem mi. Ennek megfelelően valószínű az ő felkérők nyomására bevezették az indoklás nélküli felmondást. Bizonyára hozzáérkezett kérések alapján bevezették a sztrájk törvény ellehetetlenítését. Bizonyára hozzám itt képviselőhöz érkezett kéréseknek megfelelően visszamenőleg alkot jogszabály, visszamenőleg kívülelő kötelezettségeket. Úgy látjuk, hogy túl sokan kérték a magánnyugdíjpénztárak felszámolását is, mert nagyon gyorsan megcsinálta a magyar kormány. Nekünk ehhez magyar munkavállalókkal semmi közünk nincs, és elszántuk magunkat, és a mai összejövetel, a mai demonstráció tette föl a pontot arra, akkor határoztuk el magunkat, hogy nem hagyjuk tovább így menni a dolgokat. Nem engedjük, nem hagyjuk. Erre minket kértek fel a tagságunk, a magyar munkavállalók. Nem lehet megengedni, hogy a munkatörvénykönyvét úgy alakítsák át, hogy a munkaadók kényük, kedvük szerint rabszolga sorsra tartsák a magyar munkavállalókat. Nem hagyhatjuk! Tisztelt, egybegyűltek, kedves európai polgárok! Az Európához való tartozás egyik nagyon kézzelfogható jele, itt látjuk a Vamrási úton a legszebb tavaszi napok egyikét. Ha a magyar kormány nem változtatja meg eddigi kormányzási stílusát, a törvények semmivelételét, akkor még nagyon sokat fog velünk itt találkozni. Nem hagyjuk! Thank you.